Kedves testvérek, tanulunk szeretni együtt, most már egy ideje, hiszen a gyakorlati szeretet, sőt az isteni szeretet témájáról beszélgetünk a Korintusi Levél alapján, a szeretet himnusza alapján. És annál is inkább, mert már láttuk azt, hogy a szeretetnél nincs nagyobb és nincs fontosabb dolog a világon. A szeretet az, ami örökké megmarad, és Pál apostol elmondja nekünk, hogy mit jelent gyakorlatban szeretni. És akkor bele is kezdenénk most már abba a részbe, ahol a gyakorlati dolgokat találjuk leginkább, abba a felsorolásba, amelyet Pál apostol így kezd, ugye a 13. fejezet 4. verse szerint, hogy a szeretet pedig hosszú tűrő. Türelem. Nem minden embernek az erőssége. Nem egyszerű gyakorolni. Sokszor azért nem, mert amikor a türelemre gondolunk, akkor valami passzivitásra gondolunk. Arra gondolunk, hogy a türelem az azt jelenti, hogy tűröm, ameddig bírom, várok, és közben nem csinálok semmit. Én szeretném eloszlatni ezt a fajta gondolkodást most, mert a Biblia egészen másképpen beszél a türelemről. Volt egy mesemondó, akit Gerzán Krisznek hívnak, és nagyon tetszett nekem az ő meséje egy sasfiókáról. A történet szerint a sasfióka kiesett a fészekből, és egy egyszerű földműves bácsi, aki arrafelé járt, hazafelé jövet, meglátta ezt a sasfiókát, és már elég idős volt ahhoz, hogy fára ne mászon, hogy visszategye a fészekbe. Egyébként is veszélyes egy sasfiókát visszatenni a fészekbe, mert nagyon magasan van fönt a fészke, és a madarak azok elképesztő dolgokat képesek bűvelni, hogyha féltik a fiókáikat, főleg a sasok. Ezért az öreg úgy döntött, hogy ezt a madárkát zsebrevágja, és hazavitte, betette a csirkék közé, a baromfi udvarra. Hát képzeljetek el egy sasmadarat, egy sasfiókát, aki felnő úgy, mint egy csirke. Megtanult úgy kapirgálni, mint ahogy a tyúkok kapirgálnak. Ugyanúgy rohangált a giliszták után, mint a csirkék, és összeveszett a többiekkel rajta. Amikor pedig egy kánya, vagy egy sólyom, vagy valamilyen madár elrepült fölöttük, a ragadozó madár, és látta, hogy a tyúkok behúzzák a nyakukat, és gyorsan menekülnek a bokor alá, vagy próbálnak eltűnni még az árnyékától is, a mi kis sasfiunkánk is gyorsan behúzta nyakát, és ő is melekült és bújt el. Hát ezt a furcsaságot vette észre egy vándor, aki arra felé járt. Meg is szólította az öreget, hogy hát öreg apám, hát micsoda tyúkja van magának. Hát nem tyúk ez, hanem sas. De teljesen furcsán, igazi tyúkként él. És hát elkezdtek beszélgetni, és az öreg elmesélte neki, hogy lett neki ilyen furcsa tyúkja. Azt mondta a vándor, hogy hát már pedig ez természet ellen való vétek, hogy egy sasmadár, aki a levegő királya, tyúkként élje le az életét, hát bízza rá, majd ő megtanítja ezt a madarat arra, hogy újból sas legyen. Az öreg az vakarta az üstökét, gondolkodott rajta, azt mondta, hogy hát sok erőt meg türelmet kívánok hozzám, mert ez a sasmadár már régóta itt van. És akkor a vándor elkezdte türelmesen. Elment az egyik nap, felültette a sasmadarat a kezére. A sasmadár az nagyon bizonytalanul nézelődött, de mivel a vándor jobban szorította az ő karmait, mint ő a karmaival a vándort, nem tudott leszállni a kezéről, és kivitte a madarat a mezőre. És abban a pillanatban, amikor úgy csinált, mint ahogy a sólyomokkal, meg a ragadozó madarakkal a sólymászok tesznék, hogy úgy föllendíti, fel akarta rendíteni, egy kicsit hátraengedte a kezét, és elengedte a madárnak a lábát, a madár azonnal bukott le a földre, bújt el a fű közé, ment egyenesen a bokrok alá. Nagyon furcsa volt neki a kinti tér, nem volt ott a baromfi udvar, nem voltak ott a kacsák, a libák, a tyúkok, semmi nem volt ismerős, minden idegen volt, és csak onnan a bokor alól pislogott ki a sasmadár. Így ment ez napokon keresztül. De ahogy a sasfiúka, vagyis a sasmadarunk észrevette, hogy hát azért olyan nagy baj nincs,
És mivel minden nap ott ült ennek a vándornak a kezén, egy idő után már olyan peckesen, olyan biztosan ült a kezén. És amikor kiértek oda az erdőbe, a tisztásra, akkor már nem szállt úgy le rögtön a földre, hanem néha elrepült egy bokorig, fölült a bokornak a magasabbik ágára, egészen addig, amíg aztán már egészen fölrepült egy-egy fának a tetejéig. És ahogy teltek így sorba a hetek, egyik hét a másik után, egy alkalommal, amikor a vándor megint hátra emelte a kezét, és föllendítette a madarat a magasba, a madár kitárta a hatalmas, gyönyörű szárnyait, a szellő alá kapott, és elkezdett emelkedni lassan egyre följebb, és följebb, és följebb, föl a legmagasabb fának a tetejénél, egészen a felhőkig. És a baromfi udvaron a tyúkok egyszer csak azt látták, hogy egy sas árnyéka repül el fölöttük, és a nyakukat behúzva igyekeztek be az olba, meg gyorsan elbújni a bokrok közé. Nem is sejtették, hogy az a madár bizony az volt, aki közöttük nőtt fel. Hát eddig a mese, eddig a történet a türelemről, a vándor türelméről és a sasmadárról. Mi az, amit mi tanulhatunk ebből a történetből? Szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy a türelem az nem passzivitás. A türelem az nem azt jelenti, hogy leülök és várok valamit, várok úgy, mint a sült galambra. Nem azt jelenti, hogy hát valamit akartam csinálni, és nem sikerült, és akkor most kivárom, hogy majd csak lesz valahogy. A türelmes ember az nem passzív, hanem nagyon is aktív. A türelmes ember nem, hogy nem tesz semmit, hanem folyamatosan tesz valamit azért, hogy az, amit szeretne, az valóra váljon. És az a hosszú tűrés, ahogy a Biblia beszél a türelemről, az bizony ilyen. És én szeretném is megvizsgálni veletek ezt a fajta türelmet. Maga a szó, most ilyen görög szót fogok mondani, majd itt lehet, hogy lesz, aki leellenőrzi, hogy jól mondom, mert nem biztos. Ez a makroszümei hosszú tűrést jelent, és nagyon érdekes, hogy elsősorban ez egy isteni tulajdonság. Tehát nem, elsősorban nem az ember tulajdonsága, hanem elsősorban az Isten tulajdonsága. Mert az Isten az, aki hosszú tűrő, aki irgalmas, aki nem torolja meg a bűnt, aki vár arra, hogy az ember megváltozzon. De hogyha Istenre gondoltok, akkor úgy látjátok Istent, mint aki csak vár ölbetett kézzel arra, hogy az ember megváltozzon, hogy az emberből majd csak legyen valami? Az egyik legszebb példázat Jézus Krisztus példázatai között a szőlőmunkások példázata. Ismeritek ezt a példát, nem? Hogy a gazda kiadja a szőlőmunkásoknak a szőlőjét bérbe. És egy idő után, amikor elérkezik a présnek az ideje, igaz, a szüretnek az ideje, akkor elküldi hozzájuk az egyik szolgáját. És amikor elmegy ez a szolga, akkor a szőlőmunkások összebeszélnek, és azt mondják, hogy hát nem akarjuk odaadni azt, ami jár, de megverik ezért a szolgát, és elzavarják. Mit csinál ezután a szőlős gazda? Fogja és elküldi a másik szolgáját is, igaz? És elmegy ez a másik szolga, ez is kéri a járandóságot, hogy itt az ideje, hogy a bért most már fizessétek meg. Úgy jár, mint az első, megkapja a bért veszőbe. Ezt is jól megverik és elzavarják. És harmadjára ez a türelmes gazda mit csinál? Azt mondja, hogy elküldöm az én fiamat. És emlékeztek, hogy hogy mondja Jézus, hogy miért küldi el? Azt majd megbecsülik. Mit várnátok azután, hogy már két szolgátokat megverték? Azt, hogy majd megbecsülik a fiatokat, megbecsülik a gyereketeket? A gazda még mindig ezt teszi, nem? A türelem az mindig szeretettel cselekszik. Igaz, szeretettel cselekszik először, szeretettel cselekszik másodszor, és még szeretettel cselekszik harmadszor is.
És azt mondja Jézus, hogy elküldi a gazda az ő fiát, és mit csinálnak a szőlőmunkások? Összebeszélnek, azt mondják, hogy hol itt az örökös. Elérkezett az idő, igaz? Megöljük az örökös, nincs örökös, a gazda egyedül marad, senki nem védi meg. Miénk lesz, elvehetjük azt, ami az övé, és úgy is tesznek. Kiviszik a szőlőn kívülre, megverik, megölik, elpusztítják, és felteszi Jézus a kérdést, hogy mit gondoltok, mit fog tenni a szőlőnek az ura, amikor majd eljön. Nagyon jól tudjuk azt, hogy ez a példázat Jézus Krisztusról szól. Nagyon jól tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus a fiú, és a szőlős gazda az az Isten maga. És az Isten úgy mutatja meg az ő türelmét az emberek iránt, hogy újból és újból küld hozzájuk embereket. Küld hozzájuk küldötteket, Jézus szerint prófétákat, tanítókat, kérlelőket. Gyertek, hallgassatok az Isten szavára, gyertek, járjatok az Isten útján. Az Isten nem úgy mutatja meg az irántunk való tűrését, hogy várja, hogy hát majd csak egyszer eszünkbe jut, hogy jók legyünk, hanem ösztönöz bennünket emberek által, testvérek által, barátok által, hív újból és újból. És annak ellenére, hogy mi esetleg rosszul válaszolunk, kigúnyoljuk őket, elvetjük őket, az Isten mit tesz mégis? Legutoljára még az ő egyszülött fiát is elküldi, hogy általa is kérve lehessünk. Isten, ami hozzánk való jóságát Jézus Krisztusban mutatta meg. Jézus Krisztusban mutatta meg az ő tűrését. És igazán az, hogy ez a türelem célt ére nálunk, azon múlik, hogy mi hogyan viszonyulunk Jézus Krisztushoz. Hogy elfogadjuk-e őt, ami megváltunknak, vagy elvetjük őt, és azt mondjuk, hogy jó, nem kell lesz te nekünk. Nem kell nekünk ez az út, nem járunk mi ezen. És akkor azt gondoljuk, hogy kivetjük mi is az örököst. Isten elsősorban türelmes hozzánk. Mózes második könyvében azt olvassuk a 34. fejezet 6. versben, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, hosszú tűrő a haragra és nagy kegyelmű. A türelemre elsősorban ott van szükség, a türelem mindig ott van próbára téve, amikor nem azt a választ kapjuk, amit szeretnénk. Amikor nem azt a választ kapjuk, amit megérdemelnénk. Nem ott kell türelmesnek lenni, ahol mindenki happy, és mindenki rendes velünk, és jóságos. A türelmet ott kell gyakorolnunk, ahol azt nem egyszerű gyakorolni. A nehéz emberekkel kell türelmesnek lenni. És Jézus ilyen volt az emberekhez, a tanítványokhoz, és Isten ilyen volt mindig is az ő népéhez. Mert az ő türelmének mindig célja volt, az Isten türelmének a célja az ember megtérése, az ember megváltozása. Gondoljatok például arra, hogy amikor Isten haraggal lesújthatott volna, hogyan mutatta meg az ő türelmét? Például Noé napjaiban. Isten megállapítja a tényt, az ember szívének szándéka szüntelen csak gonosz. És akkor mit tesz? Lecsapja az embert, nem? Nem. Kiválaszt egy családot, és Noével 120 éven keresztül elkezd építetni egy bárkát. És minden egyes kalapácsütés, azt írja Ellen White, bizonyság volt Isten mellett. Azután, hogy az ember, minden ember szívének szántéka szüntelen csak gonosz volt, Isten még várt 120 esztendeig. És közben Noé még egyfolytában prédikált, igaz? Mint ahogy másik helyen írja Péter, hiszen ezt is Péter mondja nekünk az első fejezet, első levele, 3. rész, 20. versébe. A második fejezetben azt mondja, hogy miért tűr hosszan, vagy hogy miért ne késik az ígérettel az Úr? Nem késik az Isten az ígérettel, mint ahogy azt némelyek gondolják, hanem hosszan tűr. Érettünk, hogy mindenki megtérésre jusson. A türelem, amikor te türelmes vagy, az azt jelenti, hogy szereted azokat az embereket, akik nem méltók a szeretetre. Amikor te türelmes vagy, akkor az Isten szeretetét gyakorlod a másik ember felé.
Amikor te türelmes vagy, akkor teszel azért, hogy az az ember megváltozzon, hogy a rosszból jó legyen. És ez egy csodálatos dolog. Nagyon érdekes például az, hogy nem csak a Bibliában szerepel ez a szó, hanem annak idején, ugye a Római Birodalom idején ezt kevesen tudják, hogy a görög volt a művelt embereknek a nyelve. A koiné. Jézus beszélte a görögöt, az új szövetség is görögül íródott, az egyszerű emberek beszélték a latint. De a görög volt a legfontosabb nyelv, ez volt a világnyelv a Római Birodalom idején, nem a latin. Nem a latin. És a görög nyelvben máshol is megjelenik a türelem szó. Nem tudom, hogy tudtátok-e, a Rómát mi jól ismerjük, a Római Birodalmat, és nem másról, mint a katonaságáról, a légióiról és a hatalmas haderejéről. A rómaiak szerint a türelem a hadvezérek egyik legnagyobb erénye. És legfőképpen ez Hannibál elleni háborúban mutatkozik meg, annak a történetnek a leírásában. Ki az, aki tudja, ki volt Hannibál? Hannibál volt az, aki átkelt elefántokkal az Alpokon, igaz, ő egy pun hadvezér volt, le akarta győzni Rómát. Át is kelt, de nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy minden egyes csatát megnyert Róma területén, a mostani Olaszország területén. Ment előre, és az egyik csatát nyerte a másik után. Egyetlen egy ütközetben sem veszített egészen az utolsóig. Miért? Rómát felkészületlenül érte Hannibál betörése. Habár nagyon sokan elpusztultak az Alpokban, és nagyon sok elefánt elpusztult a hó miatt, de nagyon nagy hadsereggel kelt át Hannibál is, ezért óriási haderőt jelentett, és nagyon eltökéltek voltak abban, hogy Rómát megszégyenítsék és porig alázzák. Annyira meg akarta alázni Hannibál Rómát, hogy volt egy pont, amikor eldönthette azt, hogy a menekülő római, az állandóan folyamatosan menekülő római hadsereg után megy, vagy beveszi a fővárost. Annyira meg akarta alázni a római haderőt, hogy tudjátok, hogy mit választott? A római sereg után ment. Ha akkor elfoglalja a Rómát, akkor lehet, hogy egész másképp alakul a történelem. És tudjátok, hogy mit csinált Róma? Hátrált, és hátrált, és hátrált, várt egészen addig, amíg össze nem gyűjtötte az összes seregét. És akkor lecsapott. És Hannibálnak vége volt. A római hadvezérek legfontosabb tulajdonsága volt az, hogy ők képesek voltak várni. Nem vetették be magukat ész nélkül azonnal a csatába. Megvárták a kellő pillanatot, megvárták az alkalmas időt arra, hogy cselekedjenek. Tehát a türelem az egy isteni tulajdonság, annak mindig az a célja, hogy várjon arra, hogy a kellő pillanatban, a megfelelő időben meg tudja szólítani az embert, akkor, amikor az az ember az Isten keze alatt képes a változásra. A türelem az soha nem passzív, az mindig cselekszik, és mindig szeretettel cselekszik. Ezért a türelmet olyan emberek iránt kell gyakorolnunk, legfőképp, akiket nagyon nehéz elhordozni. Igaz? Ezek azok a dolgok, amiket eddig megtanultunk. Van azonban még valami. Pál apostol tanít bennünket arra, hogy a keresztény ember tulajdonsága nem csak a hadvezéreké, de a keresztény embereké és a keresztény vezetők egyik legfőbb tulajdonsága is a türelem. Erre tanít a Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezet, tizedik versében, Tituszhoz írt levél, második fejezet, második versében. Sőt, a Galáciai 5.22-ben azt mondja, hogy a türelem az Istennel való szoros együtt munkálkodás gyümölcse, hiszen a türelem megjelenik, mint a lélek gyümölcse is a Galácia 5.22-ben. A szentek türelme sem passzív, hanem mindig aktív.
Olyan Jakab apostol szerint, mint a szántóvetőnek. Hogy mit csinál a szántóvető? Elveti a magot, aztán türelmesen vár, hogy a mag kikeljen. Ez is egy fontos dolog. A keresztény embernek meg kell tanulnia várni arra, hogy az Isten is elvégezze a dolgát. És ez nagyon lényeges dolog. Bízunk, hiszünk mi a kimondott szóban. Elfogadjuk mi azt, hogy az Isten igéje valóban képes munkálkodni az emberek szívében. Az írás azt mondja, az én igém, ami az én számból származik, nem tér hozzám dolga végezetlen vissza, igaz? El fogja végezni. Mi hirdetjük az Isten igéjét, mégis néha türelmetlenek vagyunk, hogy válaszolnak-e az emberek az evangéliumra. Az Isten igéje hirdetetik nekünk. Mi mégis önmagunkkal szemben is türelmetlenek vagyunk, mert azt mondjuk, nem vagyok még olyan, mint amilyennek lennem kellene. Pedig Isten, ahogy másokban dolgozik, ugyanúgy bennünk is dolgozik. Nem csak másokkal szemben kell türelmesnek lennünk, hanem önmagunkkal szemben is türelmeseknek kell lennünk. El kell hinnünk és el kell fogadnunk azt, hogy az Isten végül, amit elkezdett bennünk, azt valóra váltja, mert aki elkezdte bennetek az akarást, az bizonnyal el is végzi Jézus Krisztusnak a ma nagy napjára. A türelem az megéri. Nem csak az emberekkel kapcsolatosan, nem csak a világi emberekkel kapcsolatosan, nem csak a gyülekezetben, hanem úgy egyszerűen is. Az utolsó történet, amivel zárni szeretném ezt a prédikációt, az egy amerikai történet. És ott olvastam az újságban, és ez egy igaz történet. Volt egy New Yorki taxis Brooklynban. Én pont azon a részen éltem. Ott a taxisok zöme nem olyan, mint nálunk, hogy van egy saját autója, és maga ossza be a munkáját, és akkor megy dolgozni, amikor kell, amikor a legtöbb pénzt tudja keresni. Nem, ott a taxi az egy hatalmas nagy vállalat. Bemész, mint egy gyárba, megkapod a hatalmas garázsba az autódat, amely éppen megmondják, hogy hanyas számú a tiéd, megkapod a kulcsot, és elindulsz vele, ledolgozod az órádat, és órabér szerint fizetnek. Éppen ezért a taxisok sem javarész nem nagy gazdag emberek, hanem egyszerű munkás emberek, mint a legtöbb munkás ember ott. És hát ez a férfi is, akiről ez az újságcikk szólt, elkezdte a munkáját, és nem volt valami boldog, hogy délelőtti műszakot kapott, mert este sokkal nagyobb a jatt. Délután este felé sokkal több a borra való. És ő kifogta, mert jól kiküldték Brooklyn legvégére, jó messzire kellett neki menni, onnan jött a hívás. Csak az az egyetlen egy dolog vigasztalta, hogy amikor kiért, akkor egy bőröndöt már ott látott a ház lépcsőjére kikészítve. Mondta, hogy nagyszerű, milyen rendes ez a valaki, aki kérte a fuvart, ment is gyorsan, megkapta a bőröndöt, berakta a csomagtartóba, hogy haladjunk, haladjunk, és várt tovább türelmesen. Eltelt 5 perc, eltelt 10 perc. Most már azon gondolkodott, hogy hát kár volt betenni azt a bőröndöt a csomagtartóba, mert ha nem tette volna be, akkor most már elindulhatna, hagyhatná az egészet. Pedig már dudált is, de mégse jött ki senki. Mikor megint eltelt 5 perc, akkor most már azon kezdett gondolkodni, hogy most már kiszáll, és kiveszi a csomagtartóból a bőröndöt, visszateszi, és inkább elmegy, hagyja veszni az egészet. És amikor kiszállt a kocsiból, akkor kinyílt az ajtó, és kijött egy idős néni. Egy másik táskával a kezében. És amikor kijött, még visszanézett az ajtóba, egy kicsit hosszabban, és bezárta maga mögött az ajtót. A taxis, ha már kiszállt, oda ment, lesegítette a lépcsőn, aztán a második bőröndöt is, vagy kis táskát, nem volt olyan nagy bőrönd, ez egy kisebb valami volt, azt is betette a hátsó ülésre. A nénit beültette mellé, beült ő is, és megkérdezte, hogy hová lesz a fuvar. És akkor azt mondta a néni, hogy a kórházba szeretne menni a hospice-ba. Tudjátok, hogy mi az a hospice? Úgy mondják nálunk, hogy az az elfekvő. Az az a hely, ahova meghalni megy az ember. Legtöbbször olyan emberek mennek oda,
akiknek nincs családja, akikről nem tudnak már gondoskodni. És azért arra szorulnak, hogy a nővérek türelme és szeretete, jósága kísérje el őket végig, az életük végéig. Ami már sajnos olyankor nem igazán hosszú. És amikor ez a taxis megtudta, hogy a néni hova megy, valami úgy megváltozott benne. És egyszerűen csak úgy elkezdte vezetni az autót. És ment Brooklyn utcáin erre-arra, és az öreg lány kezdett úgy egy kicsit vidám lenni, és kezdett mesélni az életéről. Megmutatta a helyet, hogy abban a parkban ismerkedtem meg a férjemmel. Itt volt az első bál, ahol együtt táncoltunk, egy másik helyet mutatott. És hogy a néni elkezdett mesélni, a taxis ment New Yorkban, és aztán áthajtott a Brooklyn hídon, és bement Manhattanbe, körbe ment a Central Park körül, megnéztek mindent, amit lehetett, és eltelt az egész nap. Pedig igazság szerint legfeljebb egy óra alatt beért volna a kórházba. És aztán utoljára végül leparkolt a kórház parkolójában, és amikor leállította a motort, akkor a néni megkérdezte, hogy mivel tartozom. És a taxis azt mondta, ezt olvastam az újságban, semmivel. Köszönöm, hogy ezt a napot magával tölthettem. És azt írta a taxis, hogyha akkor nem lettem volna türelmes, elmulasztottam volna az életemben a legnagyobb dolgot, amit megtehettem. Mit jelent türelmesnek lenni? Ha türelmetlenek vagyunk, lemondunk azokról az emberekről, akikkel nehezebb bánni. Lemondunk azokról az emberekről, akiknek a szívében van jó, de ezt nem látod meg rögtön. Lemondunk azokról az emberekről, akikről az Isten soha nem mondana le. És lemondunk még valamiről. A csodákról. Amelyek mindig megvalósulnak akkor, amikor az emberek az Isten akarata szerint szeretik egymást. Hát én kívánom nektek, hogy tudjuk gyakorolni ezt a türelmet az Isten kegyelme szerint. Ámen.